10. fejezet. Testvéreim, én szívemből kívánom és könyörgök értük Istenhez, hogy üdvözüljenek. Mert tanúskodom mellettük, hogy Isten iránti buzgóság van bennük, de nem a helyes ismeret szerint. Isten igazságát ugyanis nem ismerték el, hanem a magukét igyekeztek érvényesíteni, és nem vetették alá magukat Isten igazságának. Mert a törvény végcélja Krisztus, minden hívőnek a megigazulására. Mózes ugyanis azt írja, hogy aki cselekszi a törvényből való igazságot, az az ember élni fog általa. A hitből való igazság viszont így szól. Ne mondd a szívedben, kicsoda megy fel a mennybe, hogy onnan a Krisztust lehozza. Vagy kicsoda megy le az alvilágba, azért, hogy Krisztust a halálból felhozza. Hanem mit mond? Jézus lejött a mennyből. Miértünk? És feltámadott a halálból. Miértünk? Ezért közel van hozzád az ige. A te szádban és a te szívedben. Mégpedig a hit igéje, amelyet mi hirdetünk. Ha te a száddal Úrnak vallod Jézust, és a szívedben hiszed, hogy Isten feltámasztotta őt a halálból, akkor üdvözülsz. Mert szívvel hiszünk az igazságban, és a szánkkal teszünk vallomást az üdvösségünkről. Az írás így szól. Aki hisz ő benne, soha nem csalódik. Nincs különbség zsidó és görög között, mert mindenkinek ugyanaz az Ura, és ő bőkezű mindenki ez, aki segítségül hívja őt. Amiképpen megvan írva. Mind az, aki segítségül hívja az Úrnak a nevét, üdvözül. De hogyan hívják segítségül azt, akiben nem hisznek? És hogyan higgyenek abban, aki felől nem hallottak? Hogyan hallják meg ige hirdető nélkül? És hogyan hirdessék, ha nem küldettek el? Így van megírva. Milyen csodálatos azoknak az eljövetele, akik az evangéliumot hirdetik. Csak hogy nem mindenki engedelmeskedett az evangéliumnak. Ahogyan Ézsaiás mondja, Uram, ki hitt a mi beszédünknek? A hit tehát az ige hallásából származik. A hallás pedig a felkent beszédből, amely Jézus Krisztusról, mint megváltóról tesz bizonyságot. Kérdem, talán nem hallották? Sőt, nagyon is. Az egész földre elhatott az ő hangjuk, és a földkerekség széléig az ő beszédük. De tovább kérdezem. Izrael talán nem értette meg? Először is ezt mondja Mózes. Titeket egy olyan néppel teszlek féltékenyé, amely nem az én népem. Értetlen néppel haragítalak meg titeket. Ézsaiás pedig nyíltan beszél, és így szól. Megtaláltak azok, akik engem nem is kerestek. Megjelentem azoknak, akik nem is tudakozódtak utána. Izraelről viszont így szól. Egész nap kitártam karjaimat az engedetlen és ellenszegülő nép felé.